Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, a megjelent tisztelt győrűbaráti lakosokat, valamint mindazokat, akik a testületi ülést a tévéképernyőink keresztül fogják figyelemmel kísérni. Megállapítom, hogy a megválasztott 9 főből 7 jelen van, így a testületülést meg lehet tartani, mert szavazóképes és döntésképes. A testülés határozatképesség nyilvánítani is meg is nyitom. A jegyzőkönyv hitelesítőnek fölkérném Rász György urat és Németh Károly urat, akik ezt elvállalják, ugye? Köszönöm szépen. Kérem, hogy aki Rász György képviselővel egyetért, az kézfeltartásra jelezzen most. Igen, köszönöm, egyöntetű. Kérem, hogy aki Németh Károly képviselővel egyetért, az kézfeltartásra. Igen, egyöntetű, köszönöm szépen. Napirendi pontok a meghívóval és az előterjesztésekkel együtt megküldése kerültek a képviselőtestület tagjainak. Van-e a hozzászólása valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan? A testület tagjai közül nincs, köszönöm. A TFB egy pont napirendet vett fel, az első napirend 1.4 pontjába került be, a Gyirmóti Berettyó árok rendszeréhez szükséges ingatlan, ingyenes tulajdonba vétele címmel. Aki a pót napirendi pont felvételét elfogadja, az kérem kézfeltartással jelezzen most. Köszönöm szépen. Aki a napirendi pontokat a kiegészítés együtt elfogadja, az kézfeltartással jelezzen most. Köszönöm szépen, egyöntetű. A napirendi pontok tárgyalása előtt van feladatunk, ezért itt átadnám a szót a jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Szeretnék tájékoztatást nyújtani a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról. A képviselőtestület a júniusi ülésén elfogadta a 3143/4-es helyrajzi számú ingatlan a főutcai kerékpárút önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló döntést. Ez ügyben a megállapodás aláírása megtörtént, és a földhivatali eljárás megindítása folyamatban van. Továbbá döntött a Vaskér utca útépítési engedélyezési eljárásának megindításáról, illetve az ezzel kapcsolatos hatósági díjaknak a megfizetéséről. A mai napon a kormányhivataltól érkezett végzés szerint a szakhatóságok megkeresése 2022. július 13. napján megtörtént. Továbbá döntött a képviselőtestület a 4350-es helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan és a 4544/2 helyrajzi számú ingatlan cseréjéről, a Fenyves utcai útépítés, csapadékvíz elvezetésének megoldása és a tervek engedélyeztetése érdekében. Az ezzel kapcsolatos csereszerződés aláírásra került, és jelenleg az ügyvéd úr a földhivatali benyújtást készíti elő. Elfogadásra került a Baráti Hagyományőrző Egyesülettel történő megállapodástervezet, a megállapodás aláírása múlt héten szintén megtörtént. Júniusban zárt ülésen döntött a testület a Baráti Bölcsöde vezetőjének kinevezéséről, mely szerint a tisztséget 2022. augusztus 1 napjától 5 éves időtartamra határozott időre Horváth Tekla tölti be. Az előző képviselőtestületi ülés óta a Szociális Bizottság nem tartott ülés, polgármesteri hatáskörbe utalt feladat az előző testületi ülés óta nem volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban valakinek kérdése vagy hozzászólása, amelyben nincs, én egyetlen egy gondolatot tennék még hozzá, amit a jegyzőasszony sorolt, hogy a területcserével kapcsolatosan, hogy volt az ingatlanon között árkülönbözet, azt az új tulajdonosát is utalta az önkormányzat részére. Ezért tudja az ügyvéd úr tovább folytatni az ügyletet. Megkezdjük a napirendi pontok tárgyalását. A Településfejlesztési Bizottság előterjesztései közül a Győrűbát közigazgatási területén lévő 0141/1 helyrajzi számú önkormányzati közút elnevezésének módosítása. Átadnám a szót az aljegyzőasszonynak. Köszönöm szépen, polgármester úr. A Győrűbaráti 0141/1-es helyrajzi számú és a 3824 helyrajzi számú önkormányzati közutak a 49/2020 június 9. számú polgármesteri határozattal kerültek elnevezésre Alsó Paperdő utcaként. Akkor még nem volt kilátásban a paperdei lakópark kialakítása. Az Alsó Paperdő utcai ingatlanok házszámozásában eddig ez nem okozott problémát. A lakópark kialakítása miatt azonban átgondolást igényel a későbbi házszámképzések miatt.
ezért az alsó Paperdő utca 01-41/1-es helyrajzi számú szakaszát, mely a paperdei lakóparkban található, új névvel kellene ellátni. Az elhelyezkedéshez alkalmazkodva javasolnánk az Erdősor utca elnevezést. Köszönöm szépen. A napi rendet a Területfejlesztési Bizottság tárgyalta, a TFB-nek az elnöke igazoltam távol, ezért Rácz György elnök úrnak adnám át a szót. Köszönöm szépen. A bizottság 5 igennel egyhangulag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, az alábbi határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Győr-Újbarát község önkormányzatának polgármestere a Győr-Újbarát 01/41/1 helyrajzi számú utca elnevezését az alsó Paperdő utcáról Erdősor utca elnevezése módosítja. A polgármester felkéri a jegyzőt a módosítás átvezetéséhez szükséges intézkedések megtételére. Aki ezzel egyetért, az kérem készfeltartásra szavazzon most. Egy hangú, köszönöm szépen. Győr-Újbárt közigazgatás területén lévő 1667/35 helyrajzi számú magánút elnevezése. Szintén az aljegyző asszonynak átadnám a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. 2022. május 25. napján a földhivatal megküldte a 1667/5-ös, a 1667/7-es, től a 1667/14-es helyrajzi számú földrészletek megosztásáról készült változási vázrajzot, valamint a kialakított területek KCR koordinátáit, mely alapján az ingatlanokra hivatalból házszámot kell képezni. Megállapításra került, hogy az a magánút, mely az ingatlanokhoz útkapcsolatot biztosít, nincs elnevezve, ami nélkül a házszámképzés nem lehetséges. A jogszabályok figyelembevételével a 1667/35-ös helyrajzi számú út tulajdonosát felkértük, hogy tegye meg javaslatát az utca elnevezésére. A fenti ingatlan elnevezésére 4 javaslatot fogalmazott meg az ingatlan tulajdonosa. Levendula utca, Vincellér utca, Szellő utca, Szüret utca. Fenti javaslatokat figyelembe véve javasoljuk a képviselőtestületnek a 1667/35-ös helyrajzi számú magánútnak a Vincellér utca név elnevezés elfogadását. Köszönöm szépen, szintén átadnám a szót rá. Köszönöm szépen, a Településfejlesztési Bizottság 5 igennel a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestület. Köszönöm szépen, ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése vagy hozzászólása? Nincs. Akkor Győr-Újbarát község önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztésben szereplő javaslatot elfogadja, mely szerint a 1667/35 helyrajzi számú magánút Vincellér utca nevet kapja. A Győr-Újbaráti Község önkormányzatának képviselőtestülete felkéri a jegyzőt az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. Aki ezzel egyetért, az kérem készfeltartásra szavazzon most. Egy hangú, köszönöm szépen. A következő Paperdő utca 43-78 szabályzási terv módosítási kérelme. Megkérem a főépítész asszonyunkat, Németh Esztert, hogy ismertesse az előterjesztést. A Paperdő utcában lévő 43-78 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa nyújtott be szabályozási terv módosítási kérelemre egy telepítési tanulmánytervet az önkormányzatnak. A terület jelenleg mezőgazdasági kert övezetben fekszik, maximális beépíthetősége övezetben jelenleg 5%. A területen a Borutbar vendéglátó vállalkozás működik. Az ingatlanon a meglévő épületek a maximális beépíthetési mutatót kimerítik. Az zajterhelés elkerülésének céljából a meglévő teraszrészek, épületrészek zártátételét szeretnék megtenni, és ehhez a beépítési százalék a jelenlegi nem ad lehetőséget. Ehhez a kérelmező egy beépítésre szánt különleges terület egyéb sajátosságokat hordozó Borudvar rendezvényterület övezeti besorolást kérvényezne, amiben a maximális beépíthetőség 12%. Egyebekben a meglévő mezőgazdasági kertes övezethez képesti paraméterek változtatását nem kérelmezték. A korábban benyújtott 15%-os beépítésre vonatkozó kérelmet a testület nem támogatta. A telepítési tanulmányterv készítője újra számolta a meglévő beépítettséget, és ezzel a 12%-kal azt a
azt számolta ki, hogy gyakorlatilag a meglévő épületek és teraszok befedésén kívül egyéb bővítési lehetőséget ez a 12%-os kérelmezett beépítési százalék nem tenne lehetővé. Meg szeretnénk jegyezni, hogy a kérelem beadását megelőző évben az éjszakai nyitvatartás miatt nem volt parancbejelentés. A kérelem tartalmazta, hogy az azzal járó valamennyi költséget a kérelmező vállalja támogatás esetén. Köszönöm szépen. Szintén átadom a szót. Köszönöm szépen. Előzetesen megjegyezném, hogy itt már hatan szavaztak, mert a bizottságülésre megérkezett Horváth Sándor úr. A Gergőtől kapott anyag alapján ez a kérdés megosztotta a bizottságot, hárman igennel, hárman nemmel szavaztak. Akik nemmel szavaztak, ők úgy gondolják, hogy megértik a borodvar érveit, miszerint a beépítéssel zaj szüntetnének meg, ezzel csökkentenék a konfliktust a környezetükkel, de a jellegi beépítésük már 10%-os szabályos 5%-kal szemben, így a kért 12% nem támogató. Ezt engednék, nem utasítanánk el a tömbben egyetlen ilyen irányú kérelmet sem. Tehát 3-3 szavazati arányal végül is a testület nem, vagy a bizottság nem döntött. Köszönöm szépen, valakinek hozzászólása, javaslata. Igenis. Csak annyi, hogy ez az épület elbontásra már nem fog kerülni, gondolom én. Hogyha 10 évig nem került elbontásra, akkor ezután se fog, mert 10 évben már üzemel. Innentől kezdve itt most csak egy tiszaharcot próbálunk folytatni, és amit a bizottság ülésen is mondtam, hogy volt egy ilyen megállapodás a januári testületi ülés után, hogyha 12%-ig eljutunk, akkor ezt megengedjük, és innentől befejeztük. Köszönöm. Még valakinek? Közben annyit hadd mondjak, ez nincs épület, ez nincs megépítve. Ez csak nájlon. Ez csak terasz. Tehát ha itt, amit ő kér, tető van fölötte. Ő most kér építést. Tehát ezt be akarják falazni. Most is csinálják, ugye most ilyen nájlonnal van minden időszakban. Amikor tavasszal beteszik, hatóság jön, lebontatja, akkor lebontják. Tehát ők ezt a bontást, építést, igazándiból nem építés, mert csak ponyva valóan elválasztva. Igen, valakinek még van. Tessék. Kicsit, hogy kronológiába visszamenjünk, 2009 óta működik ez a vállalkozás, és 2014-ben került a terasz felépítésre, akkor került ez a ponyvás zaj és időjárás védelem elhelyezésre, és 2015-ben jöttek a bejelentések. Tehát, hogy itt már jó régre visszatekint ez a történet. Ehhez mértem viszont nagyon sok olyan rendezvényt tartanak itt, ami jó hírét viszi a településnek. Akár nevezhetjük a pannonhalmi borvidék egyik kiemelt programhelyszínének, de nyilván azok a győrúj baráti lakosok is, akik itt részt vesznek esküvőkön, családi rendezvényeken, mind-mind jó hírét viszik ennek a helyszínnek. Úgyhogy nagyon köszönöm én személy szerint a családnak ezt a munkát, amit beletesznek ebbe, és a Dréko panzióba is, és bízom benne, hogy a testület támogatja ezt a bővítés ezen részét. Köszönöm. Tessék. Mindenben egyetértek az előttem szólókkal, ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy itt illegális építkezés történt, amiket semmiképpen, én úgy gondolom, ez a testület nem támogathat. Mert ha ezt támogatjuk, akkor saját által, magunk által hozott szabályzatokat nem tartjuk be, nem tartatjuk be. Úgyhogy ennek megfelelően én nem támogatom. Köszönöm. Erre csak egy fél mondattal reagálnék, hogy 2014-ben ez ismert volt. Tehát most 2022-t írunk, itt nagyon sok év eltelt azzal a működéssel, amit most kérdezünk, hogy miért így van. Tehát, hogy ha ezt fel lehetett volna tenni, ezt a kérdést, amit mondasz, ezt 2014-ben kellett volna feltenni. Főleg évek óta fel van téve, azért van probléma. Ez egy elmondható sátor, de annak van egy alapja, gondolom, maga a terasz. Tehát igazából a szerkezet ott van. Azt, hogy most föltekerik a ponyvát, meg letekerik a ponyvát, gondolom, tető van fölötte. Tehát azért mondom, hogy ahogy az Attila is fogalmazott, 2014 óta áll a terasz. Akkor azóta nem volt probléma, akkor most mi a probléma vele? Akkor én hadd kérdezem meg, akkor miért kell fölemelni? Ha már úgyis ott van, akkor miért kell nekünk bármit is fölemelni? És miért a 10%-ról helyett miért 12-re?
11,5% az, amit most kiszámolt a tervező, hogy mennyi az, ami ezzel a ponyva helyetti fix üvegfalas beépítési százalék létrejön. De az alapterület már most is ott van, nem? Igen, de az nem számítódik bele, mivel ponyvás. Utána majd lesz a következő építkezés, mert ez így történt folyamatában, 2009-től egyfolytában. Legjobb tudomásom szerint van egy nagyon szép parasztház az ingatlanon. Szeretném megkérdezni, hogy védettség alatt áll az a parasztház? Tehát lebonthatná, hogyha szeretné a tulajdonos parasztházat, hogy meg tudja építeni, nagyobb beépítés lehetőséget szeretne magának? Én úgy tudom, hogy lebonthatná. Tehát nincs védettség alatt a parasztház. Bocsánat, a felépítéshez tudtál válaszolni. Jelenleg nincs védettség alatt a parasztház. Tehát megtehetné a tulajdonos azt, hogy lebontja, és akkor gyakorlatilag lennének egy olyan beépítési százalék, amit tovább tudnak fejleszteni. Igen, bár ha megjegyezhetem, szakmailag fájna a szívem, hogyha azt a parasztházat elmondtam. Nekem is. De megtehetné, tehát lebontja, és akkor utána... Nyilván megtehetné. Mert nem lenne kérdés az, hogy most 12%-ról beszéljünk, vagy 15%-ról. A szépség hibája az lenne, hogy 5%-os beépítési lehetőség van, most is 10 fölött van. Tehát ha lebontja, már akkor is meghaladta azt az 5%-os beépítési lehetőséget, amit építhet oda. Tehát ez régtől húzódik, de azért akkor maradjunk a számoknak a... Jó, csak legalább egy kérdés volt, hogy gyakorlatilag... Ha lebontja, akkor se építhette, mert akkor is még mindig az 5% fölött van. Tehát mindig, hogy ami jelenleg a győrőbaráti rendeletben benn van, az 5% azt meghaladta. Tehát akkor is, ha azt lebontja. Valakinek még? Köszönöm, akkor aki? Győrűbarát község önkormányzatának képviselő testülete. Győrűbarát 43-78 helyrajzi számú földrészlet, különleges beépítésre szánt egyéb sajátosságokat hordozó borudvar, rendezvényterület, övezetbe történő átminősítését, maximum 12% beépítési lehetőséggel és a települési tanulmánytervben szereplő paraméterekkel nem támogatja, az szavazom most. Aki támogatja, 4. 4 igen, és 3 nem szavazattal a testület elfogadja. Köszönöm szépen. A Településfejlesztési Bizottság pót napirendi pontként tárgyalt a testületi ülésen az 1-4 napirendi pontját, amely a Gyirmót Berettyó árokrendszer rendezéséhez szükséges ingatlan ingyenes tulajdonba vétele. Ez a tábor fel az Arany János út és a Zibolya utca közötti szakaszon van, és ott van egy árok, ami vízelvezető rész, de valamilyen oknál fogva az eleje, az jelen pillanatban megsemmisült, belettöltve, betöltődött, teljesen mindegy. A tulajdonossal lett egyeztetve, a tulajdonos ezt ingyen és bérmentve az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. Igazándiból neki is az érdeke, hogy az a zárok kialakuljon. Annyi kérése van, hogy ő odaadja, de az önkormányzat vállalja át ennek az adminisztratív és a költség részét. Ezt is tárgyalt a TFB, átadnám A Területfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot. Köszönöm. Kérdés, valakinek hozzászólás, amennyiben nincs. Győrőbarát község önkormányzatának képviselőtestülete a Gyirmót Berettyó árokrendszer részét képező 1766/4 helyrajzi számú terület rendezéséhez az 1660/3-as helyrajzi számú ingatlanból a vízelvezető csatorna kialakításához szükséges területrész ingyenes önkormányzati tulajdonba történő átvételét támogatja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt a telekalakítási eljárás megindítására és a telekalakítási eljárás, valamint a területellátásra kapcsolatban felmerülő költségek biztosítására az általános tartalék terhére. Aki ezzel egyetért, az kérem készfeltartásra szavazzon most. Egyhangú, köszönöm szépen. A 3/2008. február 6-i önkormányzati rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak felülvizsgálata. Átadnám a szót az előterjesztésre a jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Az intézményi térítési díjakkal kapcsolatosan a képviselőtestület a márciusi ülésen
hozott egy döntést, mivel jogszabály szerint április 1-jéig kell az intézményi térítési díjakat felülvizsgálni, azonban a koronavírus világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt a térítési díjak emelésére nem volt lehetőség, ezért az a döntés született, hogy a veszélyhelyzet utána ez kerüljön felülvizsgálatra. Az előterjesztés megküldésre került, ennek a részét képezi az önköltség számítás, amit el kell végezni ahhoz, hogy a térítési díjakat meg lehessen állapítani. Ez a 2022 évi költségvetési rendeletben elfogadott tervszámokból indul ki, illetve figyelembe veszi az első fél évi tényadatokat, valamint a második fél évben várható további áremelkedéseket, így összesen 30%-os áremelést tartalmaz az előterjesztés, illetve a rendelet tervezet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság tárgyalta, és voltak különböző javaslatok, végülis amellett dönt, vagy az a bizottságnak az a módosító indítványa, hogy nem tudni, hogy még mi minden következik be az év végéig, hogy a 30% helyett 40%-os emelést hajtson végre az önkormányzat térítési díjaknál, és ha nem lesz nagyobb infláció, akkor minőségemelkedés lesz az étkezésnél. Ha nagyobb infláció lesz, akkor sajnos még lehet, hogy így is hozzá kell tenni. Ezt 4 igennel javasolja a bizottság. Köszönöm szépen. Valaki kérdése, hozzászólása nincs, amennyiben akkor a pótmódosító indítvány javaslatát teszem fel elsőként szavazásra. Aki az intézményi térítési díjakról szóló rendelt módosítását 40%-os emeléssel elfogadja, az kérem kézfeltartással jelezzem most. Egy hangú, köszönöm szépen. A házasságkötések hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 12/2021 április 9-i önkormányzati rendelet módosításáról. Kérem a jegyzőasszonyt, hogy terjessze elő. Köszönöm szépen. Az ezzel kapcsolatos díjakat tavaly évben szintén a képviselőtestület emelni kívánta, azonban az előző napirendnél említett veszélyhelyzet miatt erre nem volt lehetőség, így most kerül felülvizsgálatra a rendelet. A rendelet tervezet szerint a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl megtartott házasságkötésért bruttó 35 000 forint szolgáltatási díjat kell fizetni. A hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőn túl megtartott házasságkötésért pedig bruttó 65 000 forint szolgáltatási díjat kell fizetni, illetve tartalmaz egy kedvezményt, amely az alaprendelet nem tartalmazott, hogy az előbbiekben felsorolt díj 50%-át kell megfizetni, abban az esetben, ha a házasulók valamelyike a kérelem benyújtásakor legalább 5 éve győrújbaráti lakóhelyen rendelkezik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság tárgyalta, itt is többféle módosító indítvány vetődött fel. Én szerettem volna, hogyha a helyiek nem fizettének semmit sem, mert úgy gondolom, hogy ez egy, a szolgáltatás a helyiek fele. Én nem gondolom, hogy ezért fizetni kéne, de kisebbségben maradtam, csak gondolom, elmondom a kisebbségi véleményt. Végülis a pénzügyi bizottság 4 igennel, azzal a kiegészítéssel, módosítással fogadta el, hogy az az anyakönyvvezető, aki kinti helyszínen tartja, és munkaidőn túl vagy vezeti a házasságkötést, annak a tiszteletdíja 30 000 forint legyen. Igen. Köszönöm szépen. Kérdés? Javaslat nincs. Akkor a pénzügyi bizottság módosító javaslatát teszem fel szavazásra. Aki a házasságkötések hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályiról és díjairól szóló rendelet módosítását a közreműködő díjának emelésével együtt elfogadja, azt kérem kézfeltartással jelezze bocsánat, de itt a közreműködő díjának csak a kinti helyszíne. Tehát ezt még szeretem hozzátenni. Aki ezzel egyetért, azt kérem kézfeltartással szavazzon most. Igen, aki tartózkodik, igen. Tehát 6 igen, és 1 tartózkodás mellett a testület elfogadta. Köszönöm szépen. Bérbeadási szabályzat felülvizsgálata. Szintén átadnám a szót a jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr.
A munkatárs szerint december hónapban tárgyalja a bérbeadási szabályzat felülvizsgálatát a testület, azonban szintén ugye a veszélyhelyzet megszűnése miatt most tudja tárgyalni a képviselőtestület az esetleges bérbeadási díjakat. Az előterjesztés tartalmazza a régi iskolával kapcsolatos díjakat, hiszen ez idei évben került átadásra, itt még nem lettek meghatározva a bérbeadásnak a feltételei, illetve a díjai. Horvátné Csalágnes előkészítette, és ez a jelenlegi művelődési háznak a bérleti díjait tartalmazza. Köszönöm szépen. Megkérném Horvátné Csalágnest, kíván-e kiegészítést tenni? Hát csak annyi kiegészítést tennék, hogy miután nem látjuk az előre látható áremelkedéseket az energiáknál, így most nem látom értelmét ennek ehhez hozzányúlni pénzügyileg. Nyilván eltelik a fél év, és látni fogjuk. Ráadásul ugye az István utca 44-es épületnél még elvileg nincs is tapasztalat arról se, hogy mennyi lesz a fogyasztása miután. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A bizottság tárgyalta, és a képviselőtestületnek 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést, azzal a megjegyzéssel, hogy az év végéig új önköltségi számításokkal együtt kerüljön újra a bizottság elé a helyisebéleti szabályzat. Köszönöm szépen, valakinek kérdése? Nincs. Akkor a pénzügyi bizottság módosító javaslatát teszem fel szavazásra. Győrű Barát község önkormányzat polgármester, a Győrű Barát község önkormányzat 22. szeptember 1-től szóló bérbeadási szabályzatát elfogadja a melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a jegyzőt és a művelődés szervezőt, hogy a képviselőtestület decemberi ülésére készítsen költségszámítást a régi iskola helyiségeire vonatkozóan, és terjessze a képviselőtestület elé. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartásra szavazzon most. Egyhangú. Csak egy megjegyzést hozzá, hogy nagy valószínűséggel addigra fogjuk tudni, mert most július folyamán az energiárakra új szerződéseket kell nekünk kötni, mindenféleképpen augusztus 1-ig ezeknek a szerződéseknek meg kell, hogy legyen. Hogy aztán ez ugyanúgy, mint ahogy az elnök úr elmondta, az étkezéseknél hoz-e változást, vagy ez most jelen pillanatban végleges lesz, azt nem tudjuk, ennek azért nagy valószínűséggel decemberig ki kell, hogy derüljön és annak a szellemébe. Vagy tudunk módosítani, vagy legfeljebb majd több lépcsőbe fogjuk csinálni, hogy az áremelkedések és a rezsi emelkedések ezt megkívánják. Következő, az ötös, döntés a hegyi ódafűtésrendszer korszerűsítéséről. Szintén átadnám a szót a jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A hegyi óvoda az evangélikus egyházközség tulajdonában van, és már régóta bérli az önkormányzat tőlük ezt az épületet. Tavaly évben került meghosszabbításra szeptember 1-i hatállyal 3 éves időtartamra a bérleti szerződés 1.600.000 forint bérleti díj ellenében. Gallainé Czajter Ildikó intézményvezető már többször jelezte évek óta ezt a problémát, hogy előbb-utóbb ott a fűtést korszerűsíteni kell. Az egyház képviselőjével is többször egyeztetett, és az egyház jelezte, hogy az anyagi fedezetét ebben az évben nem tudja biztosítani, viszont támogatná fűtésnek a korszerűsítését, ezért az a megoldás lehetne, hogy az önkormányzat ezt a beruházást támogatja, és akkor a beruházás szerinti összeget viszont a következő években a bérleti díjat akkor nem kell akkor összegben megfizetni. A beruházás összege az árajánlat szerint bruttó 2.343.550 forint. Köszönöm szépen. Köszönöm, bocsánat, nekem még volt az egyházhoz egyetlen egy kérésem, hogy amíg ezt lelakjuk, addig a éves bérleti díjban el legyen emelés. Ezt ők el is fogadták. Jó. Köszönöm szépen, ezt a kiegészítést szerettem volna tenni én is, amit a polgármester úr elmondott. A bizottság tárgyalta, és 4 egyhang igennel elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot. Köszönöm, valakinek kérdése? Nincs, köszönöm szépen. Győrű Barát község önkormányzatának képviselőtestülete a Győrű Baráti Evangélikus Egyház közösségtől
óvodai feladatok ellátásához bérbevett Győr Ulberát Mékut utca 1, 2467 helyrajzi számú ingatlan fűtés korszerűsítését a mellékelt árajánlat szerint támogatja. A képviselőtestet felhatalmazza a polgármestert a Győr Ulberáti Evangélikus Egyházközséggel hatályban lévő bérleti szerződés módosításának aláírására, amely a beruházás összegével azonos bérleti díj elengedését tartalmazza. A képviselőtestet felhívja a jegyzőt, hogy a 22 évi költségvetési rendelet végrehajtása során a fentiekre legyen figyelemmel és biztosítsa a feladatellátást az általános tartalék terhére. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartásra szavazzon most. Egy hangú, köszönöm szépen. Következő, a Timofi László Művelődési Ház és Könyvtár felújításának és bővítésének tervezete. Átadnám a szót Horváth Csaba Ágnesnek. Az épület, amelyben most éppen tartózkodunk, 2005-ben került átadásra, akkor is pályázati pénzből építette föl az önkormányzat a terveket. Németh Lajos, a Győri Komplex Építőipari Tervezőiroda készítette 2003-ban. Az épület nyilván mindenki tudja, tartalmaz színháztermet, könyvtárt, különböző klubhelységeket, és 2006-ban ebbe az épületbe költözött be a polgármesteri hivatal is. Az épületen 2005 óta tisztasági festésen és kisebb karbantartásokon kívül, néhány kisebb átalakításon kívül változtatás, felújítás nem volt. 2014-ben pályázati támogatással napelemeket helyeztek el az épület tetején. Az épület állaga folyamatosan romlik, és felújításra lesz szükség valószínűsítően a közeljövőben a tetőn, a nyílászárokon. Az épület elektromos kapacitása már nem megfelelő, és nincs hőszigetelve az épület. Mind a raktárak hiánya és a könyvtár bővítése is fontos lenne, így az épületben a különböző funkciókat egyszerűbb lenne elkülöníteni. Valószínűsíthetően az önkormányzat a saját forrásból soha nem fogja tudni megvalósítani. Csak pályázati támogatással tudjuk elérni ezt a célt. Viszont a pályázatok benyújtásához pedig építészeti tervek kellenek, és ezért kértünk a tervezéshez és ennek előkészítéséhez árajánlatot. A tervező engedélyt kapott a volt építőipari tervezőtől, hogy ezeket a felméréseket és a vázatterveket elkészítse, és ezzel a tervcsomaggal tudunk majd későbbiek folyamán esetlegesen kiírt pályázatokon keresztül pályázni a költségekre. A másik gondolat, amire szeretnénk szintén terveket készíteni, ugye az önkormányzatnak a szabadtéri programjainál az infrastruktúra, tehát a színpad, a mobil WC-k bérülése, a sátor a rendezvényeknek több mint 50%-át teszi ki. Szeretnénk itt az épület mögött egy nagyobb méretű, több funkciós fedést elkészítetni a művelődési ház területén, itt a temető és a posta között. Ennek is szeretnénk nyilvánvalóan egy pályázati támogatással megoldani a majdani megvalósítását. Erre kérném a tisztelt testületnek a támogatását. Köszönöm szépen. Ezt is tárgyalta. Köszönöm szépen. A bizottság tárgyalta, és azt a kiegészítést tette, vagy arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervezés során kiemelt szerepet kapjon az épületnek a fűtés korszerűsítése, valami egészen modern, vagy napelemes, vagy hőszivattyús fűtés. Ezt majd a tervező ki tudja számítani, és így négy igennel elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése vagy hozzászólás ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs. A Győr Ulberát Község Önkormányzat képviselőtestülete megrendeli az elcsoport tervező Kft. 9029 Győr Kalapács út 8 által árajánlatban szereplő tartalommal Timofi László Művelődési Ház és Könyvtár Győr Ulberát Liszt Ferenc út 9 épületének bővítésének és energetikai korszerűsítésének tervezési munkáit. A tervezési munka árajánlata 1.680.000 forint plusz áfa. A képviselőtestület felkéri a polgármestert az előterjesztés szerinti fedett szabadtéri színpad terveinek a megrendelésére. A képviselőtestület felhívja a jegyzőt, hogy a 2022 évi költségvetési rendelet végrehajtása során a fentiekre legyen figyelemmel és biztosítsa a feladatellátást és az általános tartalék terhére ezt a fedezetet is rendezze. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartásra szavazzon most. Egy hangú,
Köszönöm szépen. Egyet-egy gondolatot tennék csak hozzá még ezzel a fedett részhez. Ugye itt most már nagyon régóta beszélgetünk arról, hogy esetlegesen Győrőt Beláton jó lenne egy piacot tartani. Azt a piacot ugyanide be lehet hozni, fedett területen lenne, nyáron vannak a mozik, amit kiteszünk, nincs kitéve az időjárásnak, meg amit én még nagyon fontosnak tartok, hogy a hivatalnak vannak autói. Azokat télen-nyáron be lehet ide állítani alá, hogyha nincs egyéb rendezvény, és akkor egy fedett helyen vannak, nem kinn a hóba, sárba, fagyba. Tehát ilyen téren több funkciós, mert ha külön felszámoljuk, hogy külön garázsokat, ezt azt csinálunk, külön kis piacot összességében ezt egy helyen meg tudnánk valósítani, és akkor talán ez kicsit előre vinni az ügyletet. Köszönöm. Döntés támogatási kérelemmel kapcsolatosan átadnám a szót a jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen. 2022. június 28-án Szabóné Buzsik Rita győrújbaráti lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Kérelmében előadta, hogy lánya Szabó Dalma 7. osztályos tanuló 7 éve lovagol. Tavaly évben tovább jutott a borsodi vágta előfutamán, így nem csak ott vihette hírét győrújbarátnak, hanem a nemzeti vágta elődöntőjében is felvonulhatott a községet képviselve. Ebben az évben is megkapta a felkérést, és a felkészülést már el is kezdte. A kérelmező az edzéssel felmerülő költségekre, a felszerelés pótlására, valamint a ló patkolására, illetve orvosi ellátásának díjaira kér anyagi támogatást. Polgármester úr egyeztetett vele, 200 ezer forint összegű támogatást kér erre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezt is tárgyalta a bizottság. Köszönöm, a bizottság tárgyalta. Két módosító indítvány volt a bizottság részéről. Az egyik 100 000 forint, ezt a bizottság elutasította, a másik pedig 150 000 forintban állapítaná meg a támogatási összeget. Ezt négy igennel elfogadásolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Ez a kislány tavaly is részt vett a nemzeti vágtákba. Én tavaly is megkérte tőlünk külön, nem támogatást kért tavaly, hanem csak azt, hogy Győrő Barát neve alatt szerepelhessen, mint Győrő Baráti. Ezt meg is adtuk neki. Az idén is megkérte ezt, az idén is megadtuk neki ezt. Mi ennek örülünk, hogy itt van is ilyen szépen szerepelt. És én nem tudtam, hogy ezek úgy körülbelül mibe kerülnek. Én megkérdeztem, hogy egy ilyen felkészülés mibe. Ezek milliós költségeket visznek. Tehát ahhoz képest én úgy gondolom, hogy nem kértek sokat, és az, hogyha megállapítunk nekik 150 ezer forintot, ez az önkormányzatnak nem egy akkora összeg, viszont ő neki azért csak egy kis támogatást adunk, így, hogy mind Győrőben át szerepel. Aki valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan, vagy hozzászólása, amennyiben nincs, akkor Győrőbelát község önkormányzatának képviselő testülete a pénzügyi bizottság módosító javaslat alapján 150 ezer forint összegű támogatást nyújt Szabóné Buzsoki Rita 9080 Győrőbelát főutca 83 győrőbelti lakos részére Szabó Dalma nemzeti vágtára való felkészülésére. A támogatás összegével 2022. december 31-ig kell elszámolni. A képviselőtestület felhívja a jegyzőt, hogy a 2022 évi költségvetési rendelet végrehajtása során a fentiekre legyen figyelemmel, és biztosítsa a feladatellátást az általános tartalék terhére. Aki ezzel egyetért, az kérem készfeltartásra szavazzon most. Egy hangú, köszönöm szépen. Győr-Moson-Sopron megyei pedagógiai szakszolgálat panohalmi tagintézmények támogatása kérelme. Átadnám a szót az aljegyzőasszonynak. Köszönöm szépen, polgármester úr. Az intézmény igazgatója Kozma Szabolcs kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben 500 ezer forint összegű támogatást igényelt. Indokolásként megfogalmazásra került, hogy a tagintézmény 2013 óta panohalmi tagintézményként dolgozik győrújbaráti telephellyel. A korai fejlesztéstől a tehetséggondozásig teljes körű pedagógiai szakszolgáltatással látják el Győrújbarát intézményeit, bölcsödétől, óvodán át az iskoláig. Ezen kívül a nem győrújbaráti intézményekbe járó, de győrújbaráti lakóhelyen rendelkező gyerekeket és szüleiket is fogadják. Az előző tanévben csak nem 600 győrújbaráti gyermek vizsgálatát, illetve terápiáját biztosították. A feladatellátásukhoz használt eszközök folyamatosan kopnak, tönkre mennek. A következő tanévben a gyermeklétszám emelkedése várható, ami indokolja az új fejlesztő eszközök beszerzését. Az előterjesztés mellékletét képező támogatási kérelemben
A tagintézmény igazgatója 500 ezer forint összegű támogatást szeretne kérni. Kérelmét alátámasztotta egy árajánlattal, mely 2022. június 21 napján keletkezett, és július 31-ig érvényes, és ez 500 ezer forint összegű. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezt az előterjesztést és tárgyalt a pénzügyi bizottság, átadom a szót. Köszönöm szépen. Előjáróban szeretném megköszönni a szakszolgálat dolgozóinak, akik már igen sokan vannak, én már nem is tudom, 20 fölött vannak talán létszámban, azt a munkát, amit a község gyerekeiért végeznek, és a bizottság mindezt figyelembe véve, ott röviden ott is elmondtam a tevékenységüket, mindezt figyelembe véve 4 egyhangú igennel elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése vagy hozzászólása? Tessék. Segítő eszközök? Nem, ezek fejlesztő eszközök. Csak fejlesztő eszköz van benne, én úgy emlékszem. Jó, valakinek még. Amiben nincs, Győr-Őrvált Község Önkormányzat képviselő testülete, Győr-Moson-Sopron megyei pedagógiai szakszolgálat panohalmi tagintézményét a fejlesztő eszközök beszerzésében 500 ezer forint összegben támogatja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A képviselőtestület felhívja a jegyzőt, hogy a 22 évi költségvetési rendelet végrehajtása során fentiekre legyen figyelemmel, és biztosítja a feladatellátást az általános tartalék terhére. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartásra szavazzon most. 6 igen, aki tartózkodik, egy tartózkodással. Köszönöm szépen. A testület 6 igen és egy tartózkodás ment az 500 ezer fontos támogatást elfogadta. Én nekem egyetlen egy kérésem lenne a Szabolcshoz, látom, hogy itt van, hogy időközben történt egy kis változás, amióta ezt a kérelmet beadtad, nem a befolyásolja, azért nem akkor mondtam a szavazásra, hanem most, ugye megváltoztatják most a katatörvényt, de elég drasztikusan. Akik nekünk ilyen külsős fejlesztők vannak az óvodákban, azok minkatások. Nem tudjuk, hogy egyáltalán mi lesz velük. Meg fog ez a rend oldódni, csak lehet, hogy lesznek olyan időszakok, amivel lehet, hogy lesz fönnakadás. Itt csak annyira szeretnélek kérni benneteket, hogyha ilyen rövid időszakra is lesz, mert meg kell oldani mindenhogyan a tartósat, hogy akkor hadd kérjek meg benneteket, hogy ezt az áthidalás időszakáig legyetek szívesek ebben nekünk segíteni, mert ugye a gyerekeknek, hogy az ellátást teljes körül meg tudják kapni. Jó, köszönöm. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata. Átadnám a Horváth Csalá Ágnesnek a szót, hogy terjessze elő. Itt most hivatkoznék egy 2003-as törvényre, 125-ös törvényre, amely az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szól. Ez a törvény kimondja, hogy egy önkormányzat csak akkor pályázhat az államháztartási alrendszereiből, illetve az Európai Uniós forrásokból, ha ez az helyi esélyegyenlőségi program elkészül. Ezt az helyi esélyegyenlőségi programot egyébként 2003 óta folyamatosan készít az önkormányzat. 5 évenként kell teljesen fölfrissíteni, 2 évente pedig felülvizsgálni. 2020-ban volt az utolsó felülvizsgálat, tehát letelt a 2 év. Ez alapján most a testületet kérem, hogy szavazza meg, hogy felülvizsgáljuk ezt a programot. A program egyébként tartalmazza a helyi esélyegyenlőségi lehetőségeket. Tehát ebben nem csak az van, hogy esetlegesen rászorulókat hogyan támogatunk, hanem mondjuk az oktatásba, vagy esetleg a nők egyenjogúságában hogyan tudunk segíteni azon, hogy az emberek helyi közlekedését támogassuk, és minden ilyen egyéb dologban. Ezt elvileg tartalmazza ez az esélyegyenlőségi program, viszont minden évben, minden második évben kell hozzá egy helyzetelemzést készíteni, és a helyzetelemzésnek tartalmaznia kell az éppen aktuális adatokat, éves adatokat, statisztikai adatokat, országos adatokat, ezeket kell ebbe az esélyegyenlőségi tervbe bele dolgozni, és ez alapján kell egy újabb intézkedési tervet az önkormányzatnak elkészíteni, amit hát jó lenne, hogyha majd mindenki végig tanulmányozná, és
esetlegesen majd visszatérnénk abba a kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket tud az önkormányzat, illetve az intézmények ebben a dologban segíteni még. Köszönöm szépen. Az ember nem is gondolna, hogy ez az esélyegyenlőség program mennyire fontos. Annyira, hogy 10-ből 9 pályázatnak alapfeltétele. Ha nincs, nem lehet beadni a pályázatot. Jó? Valakinek kérdése vagy hozzászólása ehhez? Amennyiben nincs, Győrűj Barát Község Önkormányzat képviselőtestülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 évi 125-ös törvény 31-es paragrafus 4. bekezdése alapján a Győrűj Barát Község Önkormányzat által 2020. szeptember 12-én elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot áttekintette és a felülvizsgálatát szükségesnek tartja. Aki ezzel egyetért, az kérem készfeltartásra szavazzon most. Egy hangú. Köszönöm szépen. Győrűj Barát Pittypangó Óda és Konyha alapítók iratának módosítása. Átadnám a szót a jegyzőasszonynak, hogy terjessze elő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A képviselőtestület a májusi ülésén döntött arról, hogy a Győrűj Baráti Pittypangó Óda és Konyha szervezeti és működési szabályzatában meghatározott felvehető gyermekek létszáma 350 fő. A jelenleg hatályos alapító okiratban, amely 2019-ben került módosításra, szintén 350 fő szerepel, de a telephelyek közti létszám eloszlás módosult, és ezért szükséges a telephelyenként felvehető gyermekek létszámainak módosítása. Ez az alapító okiratnak a 6.2-es pontja, valamint az alapító okiratban átvezetésre kerülnek az azóta változott jogszabályok, illetve a Magyar Államkincstár által közzétett útmutató szerinti pontosítások. Ez 2022. szeptember 1-i hatállyal kerülne elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs. Győrűj Barát Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Győrűj Baráti Pittypangó Óda és Konyha módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2022. szeptember 1-i hatállyal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a változások átvezetése során a felmerülő esetleges hiánypótlás során eljárjon. Aki ezzel egyetért, az kérem készfeltartásra szavazzon most. Egy hangú, köszönöm szépen. A nyilvános ülés napirendi pontjai elfogytak, a napirendek tárgyalását lezárom. Van-e a képviselőknek valamilyen kérdés, egyéb hozzászólása? Tessék! Tisztelettel szeretném megköszönni mindenkinek a keddi véradáson való részvételt. 102 fő véradó jelent meg. Nagyon nagy dicséretet kaptunk egyébként a Vöröskereszttől, mert nyári időszakban ez egy szép eredmény. Köszönjük szépen, de azért szeretnénk elérni egyszer már a 120 fős létszámot. Köszönöm szépen. Valaki? Akkor a napi rendi pontokat követően a választópolgárok hozzászólása jogi életé meg 2 percben. Valakinek hozzászólása, kérdése, javaslata? Nincs. Van még egy bejelentésünk. Visszaadnám a szót Horváthné Csala Ágnesnek. Tisztelettel várjuk a község lakóit, illetve a Győr környéki lakókat a baráti bográcsos banzájra, melyet az önkormányzat 5. alkalommal rendez meg, ugye a elmaradt Covid időszakban. Augusztus 2022. augusztus 27-én szombaton várjuk a főznivágyókat. Bede Róbert fogja a mesterszakácsokkal a zsűrizést lebonyolítani, Horváth Csaba segítségével, aki ugye helyi lakosunk, az programok jobbnál jobbak lesznek, nagy koncertje lesz a Piramis Együttesnek, illetve a Piramis Együttes után pedig a Blaha Louisiana Együttesnek. A nap folyamán föllép a baráti dalkör, a csobolyó, a Dynamic Dance, és sok-sok érdekes más program várja a kedves vendégeket. Szeretnénk, ha minél többen eljönnének. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Remélem, hogy minél többen részt veszünk rajta. Még egy bejelentést hogy tegyünk. Igazgatási szünetet, mint minden évben nyári igazgatási szünetet is a hivatal megtartja. 2022. július 18-ától, azaz most hétfőtől, egészen augusztus 21-ig igazgatási szünet van. Ez nem azt jelenti, hogy a hivatal teljes körülön be lesz zárva, mert az anyakönyvi részt a kiírtaknak megfelelően lehet rendezni. Úgyhogy ha valakinek ilyen sürgős dolga van, azt el tudjuk intézni, de a hivatal működik, de igazándiból ügyfélfogadás az szünetel. Köszönöm szépen, és mindenkinek nagyon jó pihenést kívánok a nyárra. A nyilvános ülést 17 óra 50 perckor bezárom. A képviselőtestület a munkaterv szerint augusztusban ülésezési szünetet tart. Soron következő ülése, tehát 2022. szeptember 8-án lesz. Az ülést bezárom, tisztelettel megköszönöm mindent, itt a részvételt és a hozzászólásokat. Köszönöm szépen!